már messziről érezni és látni lehetett a füstöt szombaton Székesfehérváron. De ez akkor senkit sem zavart, sőt. 17. alkalommal foglalták el a város utcái családok, baráti társaságok és munkahelyi közösségek azért, hogy főzés mellett beszélgessenek és jól érezzék magukat. Fél ezer bográcsban rotyogott a lecsó ezen a fesztiválon, bár akadtak olyanok is, akik egészen mást főztek, vagy éppen sütöttek ezen a napon. A lényeg ugyanis sokak számára nem a versengés, sokkal inkább az együttlét öröme volt. Ez egy baráti társaság Alufe Kft. Aki babgulyás követel lecsóval párhuzamosan. Egybe kell lenni, vagy külön is lehet? Nem, csak külön szabad enni. Az egyikhez kenyeret, a másikhoz csak kenyeret. Az idei lecsó fesztivál nem csak az ételekben volt erős, különböző italokból sem volt hiány. És ezeket az italokat senki sem sajnálta. Aki ugyanis végig sétált a főzőhelyek között, biztosan kapott egy kis kóstolót. A kóstolónak azonban nem mindenki örült. De rózsaszín pohárból inni, hát ez megbüntetés. Egy forgácsoló szampába használt ezt napot, amit sütötének használunk. Erre a fesztiválra a legtöbben hónapokkal korábban elkezdik a felkészülést, és ez alatt nem csak a receptek tökéletesítését kell érteni, a résztvevők szerint ugyanis az sem mindegy, hogy a főzőhelyük milyen benyomást kelt a többiekben. Már ugye tudjuk, hogy felkészülten a 17. lecsó fesztiválra jöttünk, de már legalább 5-tel előtte itt voltunk, és ez a susú, ez körülbelül a harmadik ilyen különleges lecsóállvány volt a mi életünkben és a Lecsó Fesztivál életében. Abban azonban mindenki egyetért, különleges hangulata van ennek a rendezvénynek, és azért jönnek el évről évre, hogy a barátaikkal és az ismerőseikkel együtt lehessenek. Kollégák vagyunk, de ezen belül azért barátok is, és hát nagyon szeretünk így egy kicsit lazulni, együtt lenni, ez az emberi értékekről szól ilyenkor, egy kicsit a barátkozásról. És ha már a lecsó, sok tucatnyi csapat döntött úgy, megméretteti lecsóját a zsűri előtt, akik szerint minőségi ételek készültek idén is. És köszönjük mindenkinek, aki ma megjelent. A zsűrinek nagyon nehéz dolga volt, mert mindenki nagyon jó ételeket készített, mindenki kitett magáért, és nagyon jó ízekkel dolgoztak. 2022-ben Ábrahám Csabát választották lecsó királynak. Gratulálunk a nyertesnek! A kezdetektől fogva sikeres program ötletgazdája, alapítója Sipos József a Fehérvár Televízió egykori vezetője volt, aki 7 éven át haláláig szervezte és vezette is a rendezvényt. Az ő tiszteletére minden évben gazdára talál a Sipi Emlékkupa, amit idén a Teszetosza Team nevű csapat vihetett haza.